leleplezték a megyei közgyűlés elnökeinek arcképcsarnokát. Az apropót a Jászkun Redemció emléknapja adta. Az önmegváltás ünnepén tartott megyeházi eseményen ezúttal sem vehettek részt érdeklődők. Csupán a sajtó munkatársai kaptak meghívást a 3. kerület gyertyagyújtás ünnepségére. A Huszár Bandérium tagjainak immár hagyományos bevonulásával kezdődött. A Covid miatt idén ugyancsak szűk körben tartott megemlékezés. A jászok és kunok életében sorsfordító dátum lassan 300 éve szembesíti az utókort eleink áldozatvállalásával. Együtt emlékezhetünk arra, hogy felmenőink kitartásának és következetes helytállásának köszönhetően 276 évvel ezelőtt 1745. május 6-án Mária Terézia aláírta a Jászkun 3. kerület önmegváltakozását lehetővé tevő redemció diplomát. A Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat nagyon fontos küldetésének tartja, hogy erősítse a megye lakosaiban az összetartozás érzését, és minden itt élő vagy a térséghez bármilyen formában kötődő lakos tisztában legyen azzal, hogy Jász és Kun őseink hogyan és milyen erőfeszítések árán leltek hazára, és védték meg örökös kiváltságaikat itt, a Kárpát-medence bölcsőjében, az Alföld szívében. Hiszem Babits Mihály bölcs gondolatait, melyek szerint múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Nekünk, jászoknak és kunoknak kifejezetten gazdag és eseménydús a múltunk. Soha semmit nem kaptunk könnyen, mindazért, amit őrzünk, keményen meg kellett dolgoznunk. Büszkén mondhatom, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye vezetése ma is elkötelezett az ősök által képviselt értékek gazdagításában, és a múltunkban gyökerező történelmi örökség továbbvitelében, mely ha kell, kapaszkodót és támaszt nyújt a nehezebb időkben, s ha kell, irányt mutat a jövő nemzedékei számára is. A kapitányok tanácsának működése, a Jász és Kun kapitányok, valamint a Jász-Kun főkapitány megválasztásának mai napig élő hagyománya történelmi örökségünk testet öltött szimbólumai közé tartoznak. Ezért is tartjuk magunkat ahhoz, hogy megyei ünnepség és a regnáló és emeritus kapitány nélkül, valamint Huszár bandériumaink kiváló fiai nélkül már évek óta nem kezdődhet el. A Jászkun induló, mint saját himnuszunk pedig mindezek mellé méltóságot, tartást és büszkeséget ad számunkra. Az itt élők identitás tudata ma is erős, még úgy is, hogy a világ azóta nagyot fordult. A 13. században a hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a Jász és a Kun nép közel 800 év elteltével magyarrá vált. Oly módon, hogy etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte. Bár az etnikai tudat megnyilvánulásai a különböző korokban más-más formát öltöttek, napjainkig élnek, kovászát adják a táj az egykori autonóm Jászkun kerület összetartó erejének. Mert a kunok és jászok maradékai magukat ma is kunnak és jásznak tartják és vallják. És ahogyan a globalizációs nyomás erősödik, fel-fellángol a közösségekben a saját kultúra, a táji jellegzetességek felmutatásának igénye. A történeti néprajzi kutatások azt igazolják, hogy a Jász és Kun öntudat a mozgatója a civil szerveződéseknek, népművészeti köröknek, felélelő hagyományoknak. Az egykori Jász-Kun 3. kerületet szimbolizáló koszorún idén is fellobbantak a gyertyalángok.
Az idei megemlékezés volt az első, melyet kísérő rendezvénnyel kapcsoltak össze. A megyei közgyűlés elnökeinek arcképcsarnoka a rendszerváltás utáni időszak politikusainak munkájára emlékeztet majd. Igyekeztünk ezzel a kis kiállítással, ezzel a tárlattal emléket állítani annak a munkásságnak, amely az elmúlt 31 évben a megyét, úgy gondolom, párthovatartozástól függetlenül, együtt gondolkodva, egységet teremtve és egységet építve sikerre vitte. Ez egy olyan példaértékű munkásság, amely a személyeket megjelenítve ma, mai naptól mementót állít a megye vezetőinek munkásságára, amely minden nap kell, hogy vezérelje a gondolatainkat, a munkásságunkat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy elnök úrral karöltve a jársságból, a kunságból együtt végezhetjük azt a munkát, amely úgy gondolom, hogy igyekszik méltó örökösévé válni az elődök által letett hagyományoknak és az elődök által támasztott követelményeknek. A mai naptól ez a mementó emlékeztessen mindenkit arra, hogy a megye vezetősége igyekszik, törekszik arra, hogy megőrizze ezt az egységet, és minden nap ez lebegjen a szemünk előtt. A 2014. február 4-én történelmi emléknapként számon tartott, Jászkun redemció ünnepe alkalmából rendezett megemlékezésen készült videó már elérhető az önkormányzat közösségi oldalán.